Muzsika szó és jó kedv zengte be a 6. kerületi Ötvös utcát és környékét, ahol egész hétvégén tartotta az őszelővigalom. Stábunk természetesen megörökítette a kétnapos rendezvény minden fontos és szép mozzanatát. Most a búcsún készült felvételekből némi ízelítő, bővebb összefoglalót az október 20-ai Önkormányzati Percek című műsorunkban láthatnak. A Szent Teréz napjához kötődő kétnapos, sokféle művészeti ágat felvonultató fesztivál és vásár mindenkinek nagyszerű kikapcsolódást ígért. A valamennyi korosztályt megszólító programok, a neves fellépők garanciát jelentettek arra, hogy ki megtalálja a neki leginkább tetsző előadást és koncertet. A finom ételek és italok, valamint a kézműves termékek mellett a színpadon folyamatosan váltották egymást a produkció. Este óriási sikert aratott Kovács Kati, aki után a búcsú zárásaként Gönczi Gábor zenekara utcabálon mulattatta az érdeklődőket. A világhírű slágerek feldolgozásai mellett népszerű saját szerzeményeik is elhangzottak. Ritkán van ilyen szép idő, ilyen jó hangulat, ilyen sokan. Az egésznek volt valami ilyen jópofa, bár óriási a tér, és nem tudom, több ezeren voltak, de volt egy kis házi buli jellege, hiszen a Terézvárosban én már szerepeltem nemrégiben, februárban a zenekarral, itt ebben a házban. És azt hittem, hogy először félreértettem, hogy meghívtak, de aztán kiderült, hogy komoly. És régen éreztem magamat ennyire bulisan, hogy mindenki tudta a dalokat, énekeltek, sokan voltak, felnőttek, gyerekek. Azt hiszem, amiért érdemes ezen a pályán lenni, ezt bizonyítja ez az este is. Nemrégiben ünnepeltük a Zenevilágnapját. Mit jelent számodra a zene? Mennyi időtök van, hogy válaszoljak? Hány nap a zene? Hát átszőtt az egész életemet valójában. Amikor elkezdtem cseperedni, akkor már érdekelt a zene, mert otthon édesanyám mindig hallgatta a rádiót. Állandóan zenéket kerestem, tanultam, gyakoroltam. Úgyhogy akár szépítem, akár nem, az egész életem tulajdonképpen erről szól. És mindenfélét éneklek, látod, ilyen operát is megpróbálok énekelni, szöveget írok saját szöveggel. Szórakoztat. És abban reménykedem, hogy mást is szórakoztat ez a dolog. És bár sokszor gondolkodtam, hogy abba kéne hagyni, hiszen már egy kicsit nagy csoportos vagyok ehhez a pályához, mert hogy bekapcsoljuk a televíziókat, minden hétre szinte jut egy tehetségkutató verseny, úgyhogy jönnek a fiatalok, jönnek. De nagyon érdekes, hogy aztán megint jön egy újabb felkérés, és akkor azt mondom, hogy nem, már nem akarok énekelni, de sok szeretettel várjuk, és az ember felülbírálja önmagát, hiszen ha nekem ez ennyire jól esik, hát ha másnak is. Október 13-án Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Ne feledjék, hogy elérhetőségeink, amelyek a képernyőkön láthatók, arra szolgálnak, hogy hívjanak és telefonáljanak nekünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!